Miközben Andi Nercegnő az igazi gázvezetékszerelők és keményen dolgozó kisemberek reggeli italát, a dobozos poklot kortyolgatja 27 milliárdos Rose d'Or luxusjachtján, ami, ha nem a Cartador dobozba csomagolt resztelt máj nosztalgia miatt kapta a nevét, én visszaadom a politológus diplomámat. 630 lett a benzin, 390 az euró, és a legdurvább, hogy a Jambor Spániel Labrador keverékkan és a Pitbull kuvasszuka kapcsolata véget ért. Hát utoljára akkor rezzent össze úgy a nemzet, mint most, amikor Andi összejött Lölővel, csak hogy akkor mindenki hüledezett, most viszont az egész ország kárörvend. De én nem. Én nem érzek elég tételt, azt majd Kulcsár Edinánál. Én együtt érzek Gabival. Megértem őt, mert amikor az én kapcsolatomért véget, akkor rengeteg szponzori szerződéstől elestem. Felhívtak a minisztériumból, hogy a blogomat is abba kell hagynom a család.hu-n. Nem lehetek többé a házasság hete arca, és azóta kinéznek a gyűlöljük a homokosokat és az egyedülálló anyákat polgári körből is, ahova olyan sokat jártam, és ahol annyira szerettek. Szakított a sztárpár. Krausz Gábor, vagy ahogy Gabi hívta a legutóbbi időkig, Krauszom, azt írta a búcsúposztjában, hogy lányuk Hanna Róza érdekei a legfontosabbak, ezért kéri a sajtó munkatársait, hogy legyenek tekintettel a magánéletükre. Hüm-hüm. Kérik ezt azok, akik eddig WC-re nem tudtak úgy elmenni, hogy ne instázzanak róla. Most meg, amikor végre van valami tényleg érdekes, ugye nem minden nap történik meg az, hogy Szűz Mária féregúr, most meg önmérsékletre szólítják fel a nyilvánosságot. Ráadásul a gyerekük védelmére hivatkoznak úgy, hogy egy képet raknak ki róla, amin pajsként tartják maguk előtt a kis Hanna Rózát. Hát Orbán is gyerekek védelmére hivatkozik, de hát nem kezd el átoperálni egyet a szemünk előtt. Hát teljesen abszurd módon működnek tóték, és ez a fekete-fehér kép, itt is ez a ócska hatásvadászat. Na hát Krauszom a nagy gyermekvédelem közepette a búcsúposztjában szigorúan a kis Hanna Rózára tekintettel. Előhúzta a Fricska Tánc Együttes egyik tagjának péniszét, amire nem csak az ájtatos matyólutyó, hanem az egész ország ráharapott. Hát nem így tervezte szegény Krauszom. Ő csak annyit akart mondani, hogy bassza meg a Gabi e helyett. Az lett belőle, hogy megbaszták a Gabit. Nincs mit szépíteni. A keresztény, mélyen vallásos, pápa előtt éneklő, konzervatív ősasszony, a Féreg úr a Fricska Néptánc Együttes egyik tagjával, és nem csak a szakács, a feleség és a szeretője voltak az egyetlenek a héten, akik önmérsékletre szólították fel a sajtó képviselőit, a Tolvaj és Ondi közleményben sérelmezték, hogy a nép kukkolja őket, miközben kipihenik a közpénzlapátolás fáradalmait, pedig ők magánemberként luxusjachtoznak a luxusjattunkból. Hát igen, ki más is tarthatna nagyobb igényt a magánélet tiszteletére Hanna Róza szüleink kívül, mint annak a hatalomnak a címzetes trezorja, ami az adófizető állampolgárainak magán és családi életét démonizálja. Vagy a politikai ellenfeleit magánéleti bulvárhazugságokkal karaktergyilkolja. Hát, tisztelt Csekk és Fiona házaspár, magánéletük tiszteletben tartására vonatkozó kérésüknek, bármennyire is szeretnék, sajnos képtelen vagyok eleget tenni, mert egy pénzéhes kurva, egy sóher ribanc vagyok, és arra gyanakszom, hogy amikor 81 millió forintból megtankolják azt a kipaszott jachtot, akkor abban benne van az én pénzem is. És sajnos a Tóth Krausz házaspár kérésére is nemet kell mondanom, részben azért, mert Gabi Rolexét is én fizettem, és mint jeleztem, egy pénzéhes ribanc vagyok, akit ez nagyon zavar, részben pedig azért, mert nem csak anyagilag, hanem érzelmileg is átbaszva érzem magam. Ja, je suis Krausz. Én rajongtam ezért a csodálatos és boldog házasságért, baszod. Hát én is ilyet akartam. De hát, ember tervez, Isten perverz. 6 éve vagyok hülyítve. Emlékszem, Gabi 2019-ben úgy fogadott örök hűséget a Krausszának, hogy azt írta, ez a legbiztosabb igen, amit valaha mondott.
Hát ekkor még nem tudhattuk, és ő sem tudhatta, hogy van egy kérdés, amire egy még erősebb igennel tud válaszolni, amikor a fricskás fiú megkérdezi, hogy leszopsz? Ez nagyon közönséges. Nekem mondod. Hát szerintem is ez a Gabi. És még mennyi romantika volt az elmúlt 6 évben? Gyerek, ház, hitel, szerelem. Fél éve a házasság hete alkalmából Gabi még arról számolt be, hogy olyan erős szövetség van köztük a Krauszával, hogy azt egy hurrikán sem tépné szét. Szikla-szilárd alapokra épül a kapcsolatuk, ugyanakkor még mindig meg tudjuk lepni a másikat. A másikat, Gabi? Mindannyiunkat? És egy hurrikán sem tépné szét? Hát, némi lihegés a backstage-ben is elég volt ahhoz, hogy összedőljön a Szentendrei kártyavár, pedig mennyire szerették egymást. A kortárs Szűz Mária az erdélyi turnéja közben is írta a blogját a család.hu-n. Ismét Erdélyben jártam, és annyira feltöltött az a hét, hogy szavakkal leírhatatlan. A természet, a zene, az emberek szeretete, a zenekarom, a stáb. Amikor a szobámban feküdtem egyedül, az adrenalin még nem hagyott aludni. Csak azon agyaltam, vajon én is hiányzom-e neki, vajon kérdezgeti, hogy... Gabi nyilván költői túlzásnak szánta, hogy a szobájában egyedül feküdt, és metaforának, hogy az adrenalin nem hagyta aludni. Na de nézzük, ki is ez a Mr. Adrenalin? Azaz, hogy kivel szegte meg Gabi a 6. parancsolatot, ne paráználkodj, és a 9. fele barátot, házastársát ne kívánd, 6-os és 9-es. Ez véletlen lenne? Az a gyanú, hogy azokon a magányos estéken Pap Máté Bence fricskatáncos diktálta az ütemet, ez azért is nagyon valószínű, mert annyira veszett ez a nő. Annyira nem érdekli semmi az aktuális gerjedelmén kívül, hogy néhány hete kommentben flörtölt a fiúval. A fricska instára feltöltött képe alá az 5 tagnak bekommentelt 5 szívecskét, 4 fehéret és 1 vöröset. És ki kapta a vöröset? Hát, az 5. Máté Bence. Megcsinálta, bazd meg! Mindannyiunk orra előtt! Ezzel a komment liaisonnal egy időben pedig a család.hu-ra írta, hiányzik a férjem és a gyermekem, egyedül alszom el bejegyzést. Hát micsoda fricska! Hát komolyan nem hiszem el, hogy az állami pénzből támogatott erdélyi turnéján félrelép, és az állami pénzből finanszírozott család.hu-n mindannyiunk pofájába hazudik. Hazudjon a Krauszának, minek kell bevonni az egész országot? Hm? Ugye a Lipsikről gyakran mondják, hogy ha férfiak, ha nők, túlságosan szeretik a faszt. Szóval bubuk és kurvák. Ami igaz, csak mi nem tagadjuk le. Gabi nem pusztán egy csalfa, bővérű, nagyétkű asszonyság, mi Lipsik, nem csak ezért kezdjük megkedvelni, de megvalósította a gender elméletet, ráadásul a NER sáncain belül. Tóth Gábor és Tóthné Krauszom Gabi kapcsolatában ugyanis teljesen felborultak a konzervatív nemi szerepek. Adott egy sikeres dolgozó nő és a szakács férje, aki otthon főz. Aztán a sikeres nervállalkozó, férekúr, a csávó meg hisztizik. Itt bizony apa a nő és anya a férfi. Tessék! Tessék! Ettől akar megvédeni bennünket Orbán Viktor. Gabi, Gabi. Jól csináltad. Gabi az a libernyák nem váltó, akitől meg akarják védeni az országot. Hát van egy dolog, amit úgy tűnik, hogy nem árt tisztázni. Hogyha nernő vagy, akkor az a maximum, hogy magányosan állsz egy 27 milliárdos jakton, mint Andi a lélekvesztőn, egy 300 forintos hellattéval a kezedben, és meretten bámulsz magad elé. Nem lehet csak úgy lelépni egy 6 évvel fiatalabb táncos fiúval? Meg kit szemmel ki legközelebb a táncos és a szakács után ez a nem váltó Donna Juanita? Mert nyilván nem egy autószerelőt vagy egy boxolót, hanem mondjuk egy műkörmöst. Na tessék, ez az az ország, amit állítólag megvédtek a Lipsiktől, ahol állítólag a normalitás uralkodik, a legismertebb műkörmös meg egy férfi. Hát abban legalább nem hazudnak, hogy unortodox ország vagyunk. Ugye akkor a macsó a Gabi,
hogy a szakítás napján már a Pócs János fideszes képviselő által szervezett Dinnye Fesztiválon pózolt új szerelmével egy kvadon. Talán már említettem, hogy egy pénzéhes ribanc vagyok, és attól tartok, hogy ezt a Dinnye Fesztivált is én fizettem, és jó eséllyel a kvadot is, és még Pócs Jánost is én fizetem. És ki ez a Pócs János? Az a férfi, aki megtaníthatná Gabinak, hogy hol a helye. Engedjék meg, hogy bemutassam a Fidesz-KDNP által támogatott, független polgármester jelöltünket, dr. Bessenyei Orsikát. Jó, kihangsúlyozta a függetlenségét és az önállóságát Orsikának. Nos, a Tóth Krausz ügyben rengeteg még a tisztázatlan kérdés, például, hogy mi lesz a Krauszom gigantikus szerelemtett kújával, mondjuk, ha vár 20 évet és Hanna Róza az anyjára hasonlít, akkor maradhat. Ami viszont nem maradhat bennem, hogy ha egy gyászévet nem is, de legalább egy gyászhetet, miért nem bírt várni ezzel a képpel a kvadangyal és kvadon Jani?